Ha van ennek az országnak példaképe, ha van ebben az országban, aki megtestesíti a nemzeti egységet, akkor az egészen biztos, hogy Szent István királyunk. Kezdte beszédét a városi kitüntetések és az államalapítás okán rendezett ünnepségen Máté Antal. Nyírbátor polgármestere szerint nem is lehetne alkalmasabb pillanat a város érdekes embereinek elismerésére, mint az államalapítás ünnepe, hiszen Szent István király munkássága, példája tökéletesen alkalmas arra, hogy a napjainkban is kiemelkedett alkotókat, ha kicsiben is, de párhuzamba állítsuk legfontosabb örökségünkkel. Milyen bölcsen döntöttek elődeink, hogy ezt a napot választották, augusztus 20-át, mint ünnepet a városi kitüntetések átadásának. Azért volt ez egy bölcs döntés, mert kell-e attól jobb példát választani magunk számára, hogy kikre lehetünk igazán büszkék, hogy kinek a munkásságát követjük életünk során, mintha Szent Istvánra tekintenénk vissza. Azon kemény politikai személyiségek egyike a magyar történelemben, amire azt mondhatom, hogy talán kivétel nélkül minden magyar ember számára az ő munkássága, személyisége, értékei mindannyiunk számára követhetőek, tudunk vele azonosulni. Egy ember munkásságát az elért eredményei alapján szokták meghatározni, és ez Magyarországon talán még fokozottabban igaz, vetette fel a polgármester, hogy milyen szempontokat érdemes még megvizsgálni, mielőtt ítéletet mondanánk. Nálunk azt mondják, hogy amit elértünk, azok vagyunk mi magunk, amit alkotunk, azok vagyunk mi magunk. Árnyalja ezt a szemléletet Kodály Zoltán mutatott rá beszédében Máté Antal, hiszen a jeles zeneszerző ezt már így mondta: minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használ, hazájának szolgálni tud. A szónok szerint is ez a pontosabb, vagy inkább fontosabb szempont, nevezetesen bennünket, egyéneket inkább az minősít, hogy mit teszünk meg életünk során, nem mindig az eredmények mutatják meg egy embernek a munkásságát. Ugyanúgy, ahogy Szent Istvánnál, a mai kitüntetetteknél is azt kell kiemelnünk, hogy az ő motivációjuk túlmutat a valószínűleg mindenkiben felfedezhetőknél, mert ezekben az emberekben a felelősség nagyobb, mert nem csak saját maga és közvetlen családjáért érez felelősséget, hanem egy szűkebb, de inkább tágabb közösségért, és ez határozza meg a tetteit, ami arra sarkalja, hogy többet és még többet tegyen. Ezek az emberek sohasem a könnyebb utat választják, és ez az a megkülönböztető jellemzőjük azoknak, akiket a mi közösségünk kitüntet, illetve akiket az elmúlt években kitüntetett. Ebben mások, mint a hétköznapi emberek sokasága. Szent Istvánnak voltak intelmei, amelyeket fiához, Imre Herceghez írt. Ebben számomra az egyik legfontosabb, ami egyébként itt a Városháza reliefjén is olvasható, ez a 8. intelem, ami úgy szól, hogy a fiak kövessék az elődöket. Az én értelmezésemben ez két féleképpen is értelmezhető. Van egy számomra egy városi értelmezése ennek a megfogalmazásnak, és van egy személyes értelmezése. A városi az szerintem a napnál világosabb. Nagyon fontos egy olyan városban, mint Nyírbátor, ami nagyon komoly történelmi gyökerekkel rendelkezik, hogy bármit is teszünk a jelenben, a jövő érdekében, azt mindenképpen úgy tegyük, hogy tiszteletben tartsuk a város múltját, megőrizzük annak értékeit, és továbbadjuk az utókor számára. Számomra nem az a legfontosabb, hogy az itt ülők átadják majd a következő generációnak, ez lehet a szakmában a következő generáció, a civil életben a következő generáció, vagy a magánéletben a következő generáció. Nem az elért eredményeket kell továbbadni, mert azt értelemszerűen mindig továbbadjuk, és majd meglátjuk, hogy a következő generáció mit fog belőle létrehozni. Sokkal fontosabb az, hogy ami létrehozta ezt az értéket, azt adjuk tovább. Azt a motivációt, ami önöket arra sarkalta, hogy ezt az életutat végigjárják, és ezteket a tetteket végrehajtsák. A legfontosabb, hogy ezt az belső hajtó erőt, ezt a motivációt, ezt a gondolkodást, ezt az életfelfogást, ezt a világfelfogást, ezt adják tovább az utánuk jövőnek, és hogyha ez így lesz, akkor én azt gondolom, hogy ennek a városnak a sorsa jó kezekben van,
és büszkén és bátran nézhetünk a jövőbe.